költségvetési forrásból korszerű és biztonságos körforgalmat alakítanak ki a 3-as számú főút Bagi csomópontjában. A kivitelezés március 9-én az előkészítő munkálatokkal kezdődött, és várhatóan nyár végére fejeződik be. Az Aszód Városi Kulturális Központ munkatársai idén első alkalommal hirdettek helytörténeti vetélkedőt a galgamenti lakosság számára. Az idei vetélkedő témaköre a Podmanicki Akaszódon. Szada adott otthont a Közép-Magyarországi Régió tájházainak idei találkozójának március 6-án. A Magyarországi Tájházak Szövetsége által évente megtartott konferencián a tájházakat érintő kérdésekről és pályázati lehetőségekről tanácskoztak a helyi gyűjtemények vezetői.